Készül az új tetőszerkezet, a szakemberek már a korszerű cserepes lemezek rögzítésén dolgoznak. Egyre több fejlesztés valósul meg a Salgótarjáni Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Házatáján. Nemrégiben az uszoda. Most a sokak által látogatott sportcentrum újul meg. Ez a nyár valóban a felújításokról és a beruházásokról szólt. A Városi Tanúszoda medence terének felújítása mellett beruházás indult itt a sportcentrumban is. Megújul az öltözőépület tetőszerkezete. Ez egy nagyon régi vágyunk volt, hiszen a sok-sok esőzés miatt az épület beázott. A beruházó a napokban kezdte meg a munkát, a régi tetőszerkezet nem került elbontásra, erre kerültek fel a párnafák és a tetőlecek, megkezdték már időközben a cserepes lemezek rögzítését. Ez a megoldás azért jó, mert a két tetőburkolat közötti levegő szigetelésként is szolgál majd. Emellett a beruházás keretében kicserélik a csatornákat, a csatornavasakat, új tető bevilágító és tető kibúvó ablakokat helyeznek el, és lemezzel fogják borítani az ereszdeszkázatot is. Ha minden igaz, akkor a beruházás augusztus végére elkészül. És külön jó hír, hogy még egy beruházás indul a napokban itt a sportcentrum területén, korszerűsítjük az egyik pálya világítását. A beruházó LED reflektorokat szerel fel a lámpaoszlopokra. Ez egyrészt azért jó, mert energiatakarékosabb megoldás lesz, másrészt pedig nagyobb fényerőt biztosít majd, mint a jelenlegi lámpák. Ezek a beruházások akár az uszodában történő, akár pedig itt a sportcentrumban történő beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a salgótarjániak korszerűbb körülmények között tudjanak sportolni, hogy kicsik és nagyok egyaránt korszerűbb körülmények között tudjanak hódolni hobbijuknak. A tető cseréjére már nagy szükség volt, még mindig láthatóak a beázás nyomai az épület öltözőjében. Most ezt a problémát is orvosolni fogják, a helyiségeket pedig kifestik. A két beruházás összértéke mintegy 10 millió forint. A fejlesztés az önkormányzat támogatásával jöhetett létre. Fontos, hogy a meglévő intézményeinket folyamatosan fejlesztjük, folyamatosan korszerűsítsük. Itt történik ez a városi tanúszodában, itt történik ez a városi sportcsarnokban, és itt a sportcentrumban. Is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a sportlétesítményeinket igénybe vevőknek a komfortérzete javuljon. Javulni fog a világítás cseréjével, és javulni fog a tető cseréjével is. Ugyanakkor önkormányzati szempontból az is nagyon fontos, hogy az energiahatékonyságot növelő beruházások, tehát a ledes világítással, az áramon, illetve a tető cserével a fűtésen is spórolni tud az önkormányzat. Én azt gondolom, hogy sokan igénybe veszik, a városi tanúszodában például én is rendszeresen járok, és hát igen, nagyon sokan járnak. És már a tavalyi fejlesztésnek is nagyon örültek, de azt gondolom, hogy az idejével még jobban fogják magukat érezni, és hát itt a sportcentrumban is rengeteg csapat versenyez a városi kispályás bajnokságban, ők is egy kicsit magasabb szinten tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást. Mindezek mellett a sportcentrum évről évre számos szabadtéri rendezvénynek is helyet ad, így a fejlesztés előnyeit nem csak a sportbarátok, de a város más közösségei is élvezhetik majd.